Simon Christian nyilatkozta azt, hogy hát nagyon nem lenne elégedett a döntetlennel, mert a döntetlennel már tele a padlás, és igazából szeretnék ezt a mérkőzést megnyerni, mint ahogy szeretné megnyerni természetesen a Győr is, már csak azért is, mert hát ez az idény kezdés, ez elég gyengén sikeredett a tavalyi ezüstérmes csapat számára. Rudolf játszotta ki jól a szélre, és lemaradtak most az újpesti védők. Jön a labda, Rudolf, és Harris mekkorát mentett. Az első igazán komoly lehetőség a győriek előtt. Harris most minden dicséretet megérdemel, hatalmas sprintbe kezdett, hogy tudja tartani a lépést Rudolffal, és a belőtt labdára pedig végül ő érkezik elsőként. Középen próbálkozik Balog, Vasiljevic pörget bele a labdába Simon, és ez szép mentés volt. Két újpesti játékos volt ott, és így tudott végül is menteni Svec. Egy kapás lövés, ami viszont elkerüli a győriek kapuját. Lipták, Svec, Lipták kéri vissza, Koltai 30-ra a kaputól. Ott van Rudolf fejelt, Balajca védett, és ezt is védi Balajca. Két bravúr egymás után. Nincs meg a győriek vezető gólja, kétszer volt nagy lehetőség. Itt egyszer Rudolf fejese, és aztán a kipattanó, pedig már ott a földön volt tulajdonképpen Balajca, és Pátkai nem tudta bejuttatni a kapuba a labdát. Pátkai. Zubisa szép volt, Szabi, szép volt Szabi az újpesti nézőtérről. És ez pedig elkerüldi a kapu, Szressik lövése. Ez is veszélyes próbálkozás volt. Megnyomja, úgy látszik itt az utolsó percet a Győr. Nigo visszaszerzi a labdát, sőt, két jó cselt is bemutatott. Szulics be tudja adni. És aztán felszabadítanak a győriek. Forró, keményedik a játék. Stresztjék. És Litauszki fejéről megy ki a túloldalon a labda. Szöglet. Lehet finoman jön a labda, és Kamber fejelte fölé. De jó kis szöglet volt. Koltai tehát, ez is ugyanúgy jön középre. Ez is veszélyes volt, Harris fejelte ki a kapu torkából. Martinez indul el, két újpesti között el is jut hozzá a labda. Harris fejelt bele. Priskin. Pátka ide érdekesen találta el, az viszont helyzet, és Priskin nem találja el a kaput. Érzésem szerint lesiezett az asszisztens. Nézzük csak. Pátkai. Ez most jó lehetőség itt. Rudolf lövi rá, és Balajca az ötös előtt megfogja. Bárdi még. Így de szép lövés és látványos mozdulattal Kocsics. Rudolf. Fölé megy végül a csúsztatás. Vissza is kapja a labdát nagyon szépen Barditól. Szulics. Baloglő. De hova ment ez a labda? Nem született gól Győrben. Küzdelmes második félidőt láttunk. A végeredmény 0-0.